Az eddig veretlenül menetelő holland és argentin válogatott az elődöntőben is hozta a formáját, hisz 90 percet követően most sem maradtak alul. A holland csapat mindvégig arra összpontosított, hogy megóvja kapuját, amire az argentinok nem találtak megoldást. Egy izgalmaktól és gólhelyzetektől mentes mérkőzésen a kétszer 15 perces hosszabbításban sem esett gól. Jöhettek a 11-esek. A korábban mindhárom csere lehetőségét kihasználó holland szövetségi kapitány ezúttal nem tudta meglépni, hogy a meccs utolsó percében pályára küldje a Kosztarika ellen két büntetőt hárító tím Krult, ami végül perdöntőnek bizonyult. A 11-es párbajban előbb a meccs addigi hőse Ron Flair hibázott, majd a harmadik körben Wesley Snyder lövését is hárította Romero. Az argentinok hibátlanul rúgták a 11-eseket, így 4-2 arányban a döntőben lőtték csapatukat csütörtökön és pénteken pihenő nap van. Szombaton este 10 órától a bronzmérkőzésen a németektől katasztrofális vereséget elszenvedő brazilok Hollandia ellen védhetik meg becsületüket. Vasárnap este 9-kor a világbajnoki címért a korábbi kétszeres győztes Argentína, a háromszoros világbajnok Németországgal csap össze a legendás Maracana stadionban.